Sötét csend, ami mindent kielégít. Minél nagyobb a csend és a sötét, annál teljesebb a kielégülés és a beszéde. Így pedig a meghallása is. Minél nagyobb a csend és a sötét, annál korlátlanabbul, színesebben, tisztábban, teljesebben és gyorsabban vagyok elbeszélhetetlen kommunikációban, valamennyi érzékszervemen keresztül, és még azon is túl a vanságban, édes teremtőmmel, akivel olyankor meg is élem, hogy mennyire egy vagyok. Mindez is megmagyarázza, hogy miért ne fizikai látás szerint járjunk. Már minden megtörténik, sőt minden azelőtt, és korlátlanul történik meg a sötétben, és a csendben, odabent. Mostanában, így ma hajnalban többször is, amikor bementem ebbe a sötét csendbe, abban a pillanatban elkezdtek felfelé kunkorodni szájszéleim, és hihetetlen örömmel teltek el a közegtől, a jelenléttől. Ami arra következtet, hogy a mi valódi közegünkben, ahonnan élni vagyunk hivatva itt a Földön, a mennyben csupa öröm, boldogság, béke és egészség van, és még ennél is több. Ide mi mind bármikor és mindig bemehetünk, plastikkártya nélkül is. Ez a mi igazi vidám parkunk, korlátlan élmény és szórakoztató központunk, mozink, színházunk. Ma reggel úgy ébredtem, teljesen kipihenten, mintha egész éjjel a világ legszuperebb szórakoztató központjában lettem volna. Ja, ott voltam. Externális, külső dolgokon, abból jövő látszat biztonságokon csak a hitetlenek aggódnak, mert azt gondolják, hogy szükségük van rá, és attól lesznek biztonságban, boldogok, békében, és attól lesznek teljesek. De az ember békéjének, boldogságának, egészségének forrása nem kívülről jön, hanem belül van. Mindig. És mindig most. Ezért mondja Jézus, hogy keressétek előbb Isten országát, és annak igazságát, és amin kattogunk, amire látszólag és érzékszervileg szükségünk van, azt ráadásnak megkapjuk. De akkor már nem szükségből, mert azt a mennyben, mennyből létezés kielégítette. Ahogyan teszi álmunkban is, ahogyan történt ma éjjel is velem. Mondja az írás, hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Viszont az Úr, mennyei apu, mindenkit szeret. Ezért mindenkinek ad eleget álmában is. Csak legyen ő az első helyen fókuszban. Áldott, sok, belül, a végtelen sötét csendben megélt örömöt, békét, boldogságot, egészséget kívánok mindnyájunknak. Itt a vége, fussáról.